A tavaszi második forduló következik, ezúttal az ellenfél Nagysziget csapata dobhat be. Szép lefordulás, tovább viszi, lő! Nem sokkal került el a kaput, meg volt az első kapura lövésünk. Szép volt. Két személyes a sorfal, vagy három. Attila felé, és fölé. Jól van. Oda mehet. De még mindig nálunk van. Egycsel, Gergely. Megindul. Kapura lövés. És kicsit fölé. Ugyan, de szép támadás. Egyéni akció. Most a milyen. Tomi. Indulhat, van érkező! Na, mi lesz ebből? Ott van Máté! Keresztbe! Volt a legjobb szög, inkább talán be kellett volna adni, de legalább végigvittük a támadást. Máté, menj a hosszúra! Lényeg, hogy eltaláljuk a kaput szerintem. Ez könnyedén a kapuzsákmánya lett. Jön be a labda. Alá szalad, Ári ott van! Külsővel! Ajj! Szép helyzet volt. Egész jó helyről jár most a labdolgás. Kíváncsi vagyok, hogy kapura megy. Vagy sem. Igen, kapura ment, de... Podcast látta, hogy ez fölé megy. Meg se próbált belenyúlni. Megint ő lehet a meccs hőse. Lássuk, gyerünk! Jó! Hát most ez nem pattant meg sajnos a kapus előtt úgy, ahogy... Egycsel, az kevés lesz. Ott van Ádi, megszerzés. Hozhatja is föl, Gergely. Tartsuk meg, jó az Ádi! Ádi, gyerünk! Gyerünk! Hey! A piros! Az egyértelmű piros! Úgy van, ott van a bíró kezébe, már ott a piros lap. Nem volt 11-es, ugyan, de lefújta, tehát szabálytalan volt, így piros lap, így van. A játékos meglepődve tapasztalja a döntést, még azért sérülés is szimulál, vagy nem szimulál, ezt nem tudom, de minden esetre összerogyott a pályán. Saját vissza. Jó még, még jó lehet. Nem meri rálőni senki egyelőre. Az 11-es! Ez egyértelműen annak tűnt, majd a visszajátszásból meglátjuk, ami majd. Tök mindegy, csak menjen be. Tomi! És kivédi a kapus! Ezt nem hiszem el! Ez hihetetlen! Egy jó támadás elég lehet. Mi vége? Semmi hosszabbítás, ennyi izé után. Hát ez azért elég csúnya dolog, hogy nem hosszabbít egy percet se a bíró. Ez csúnya dolog volt. Dunaradvány, Nagysziget, 0-0. Legközelebb majd javítanak a fiúk.